89 alkotás érkezett be az ország minden területéről. A pályázaton belül 4 kategóriában lehetett indulni: hímzés, népi ékszerkészítés, viselet, valamint csipke. A kiállításon a szakmai zsűri által díjazott művek szerepeltek. Az alkotók természetesen elismerésben részesültek. Petrikovszky Marianna úgy véli, hogy a népművészet újra kezdi elfoglalni méltó helyét a társadalomban. Erősödik az igény, hogy a népi hagyományok tovább éljenek. Ezt tükrözi a kiállítás. Fontos feladat a tudás átadása az új generációnak, mondta. Elég fogékonyak rá, ez persze függ attól is, hogy van-e olyan felkészítő tanár, szakkörvezető, aki tudja mindig ébren tartani az ő érdeklődési köreiket. Évszázados tudást örökölnek a mai új alkotók. Mészáros Veronika néprajzos, muzeológus szerint ez a népi iparművészet mutatkozik meg a kiállításon. Öröm látni, hogy nem hullott porba eleink tudása. Felemelkedett a mindig alkotni vágyók által. Én azt gondolom, hogy ez folyamatban van, tehát a népiparművészeknek, akinek már megvan a cím, előbb-utóbb kialakul körülöttük egy-egy olyan mag, akikre érdemes támaszkodni, és akiket érdemes kinevelni. Ortutai Gyula emlékezetes szavaival egyszerre értékteremtés és értékmentés. Régi klasszikus hagyományok megmentése, tudatosítása és bátor új kezdeményezések biztosítása. Gondosan szervezett egység ez a múltnak, az alkotó jelennek és a készülő jövendőnek szép egybefolyása. Ez a pályázat remek példa arra, hogyan működik a népművészet ismeretének az átadása. Mindig vannak fiatalok, akik érdeklődnek a régi örökség iránt. A népi iparművészek elsődleges feladata, hogy továbbadják azt a hagyományt, melyet ők megtanultak. Hát én már óvodás koromban ismerkedtem meg a gyöngyfűzéssel, és azóta ilyen kézműves táborokban, majd később ilyen továbbképzéseken tanultam, és nagyon megszerettem. Hát én mindig kézműveskedtem, és olyan 9. körül ismerkedtem meg a gyöngyel, és azóta ez lett a mindenem, az egyetlen kézműves, amit tényleg mindig bármikor, bármilyen helyzetben tudok csinálni. Hát én is mindig kézműveskedtem, de amúgy a gyöngyfűzés az mindig volt a legkedvencem. Hogy Isten veled, a szép sejem nyáj, elmegy el. Vagy meghalok, vagy a babámé lesz. A jó hangulatról Vastag Rihárd táncpedagógus gondoskodott. Bakonyi Szent Gáli kanásztáncot adott elő.